Nem úgy alakult a bajnokság eddigi szakasza a kékcápák számára, ahogyan azt a játékosok, a vezetők és a szurkolók elképzelték. A csapat sorra szenvedte el a vereségeket, menet közben edzőt cseréltek, több játékostól elköszöntek, így persze érkeztek új kosarasok is. Bár több meccsen is csak minimális vereséget szenvedett a Nyíregyháza, mindössze 2 győzelmet sikerült begyűjtenie. A Honvéd ellen idegenben, a Kecskemét ellen pedig hazai pályán nyert Darko Radulovics együttese. Teljesen új csapattal álltunk neki a bajnokság második felének, több légióst is cseréltünk, voltak távozók, voltak érkezők, és ugye vezetőedző poszton is váltás történt. 2 győzelmet sikerült szerezni ebbe az összeállításba, amivel azért nem lehetünk elégedettek. Elég sokáig még volt matematikai esélyünk, hogy meg tudjuk előzni esetlegesen a Honvédot vagy a Szegedet, de nem sikerült. Viszont úgy kezdett összeállni a csapat, amit szerettem volna én is, illetve a szakmai stáb látni az utolsó mérkőzésekre, de sajnos ez nem párosult győzelemmel. Hiába vezettünk Zalaegerszegen 17 ponttal, hiába vezettünk 20 ponttal Szegeden, illetve hiába játszottunk 2-szeres hosszabbítás Sopronnal, nem sikerült nyernünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy most már csak a győzelem hiányzik. Ez az utolsó 10 meccs pontosan alkalmas arra, hogy hozzuk azt, amit várnak tőlünk. Az ügyvezető szerint nagyon fontos, hogy a folytatásban valamennyi játékos a szakmai stáb rendelkezésére álljon. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy egészségesek maradjunk. Ugye a Sopron ellen is -1 légióssal tudtunk fölállni. Erik Kopsznak volt egy influenza megbetegedés, amiből most kezd kijönni, illetve Pipirász is megsérült a 3. negyedben. Hál' Istennek az ő sérülése sem komoly, úgyhogy a mai holnapi nappal már teljes fedélzettel, teljes játékos állománnyal tudunk edzeni. A legfontosabb, még egyszer mondom, hogy maradjunk egészségesek, és ez a keret, ami már adott, és nem fog változni, hiszen ilyenkor már nincs lehetőség semmilyen változtatásra. Azért hoztuk meg ezeket a cseréket, mert úgy gondoljuk, hogy jobb lett tőle a csapat. Én azt gondolom, hogy ezt bizonyítottuk is, de most már bizony nyerni kell. A tabella első 8 csapata kieséses rendszerben játszik tovább. A 9. helytől lefelé végzett 6 együttes, az Atomerőműese, a Kaposvár, az Oroszlány, a Szeged, a Budapesti Honvéd és a Nyíregyháza eddigi eredményeit törlik. A csapatok a helyezéstől függően 6, 5, 4, 3, 2, illetve 1 pontot kapnak. Én úgy vélem, hogy nem véletlen a tabella, és nem hazudik a tabella, ez az alsó 6 csapat, ez a leggyengébb 6 csapat a mezőnyben. Értelemszerűen egy picit kimagaslik belőle a 9.-10., de nem mondanám azt akár egy Paksra, akár egy Kaposvárra, hogy verhetetlenek, hiszen láttuk, hogy milyen mérkőzéseket játszottunk velük, 5 ponton belüli vereséget szenvedtünk többször is, és nem tudnék prioritást mondani. Persze a Honvéd az, aki a legfőbb ellenlábasunk ebbe, hiszen ők vannak egy győzelemnyire tőlünk, viszont mindenki ellen úgy kell kimenni a pályára, nyerni kell, és ha matematikailag 10 meccsből 5-öt megnyerünk, akkor azt gondolom, hogy sikerülhet a bennmaradás, de ehhez kell a többi csapat is. Viszont nekünk minden mérkőzést meg kell nyerni ahhoz, hogy a végén elérjük a céljunkat. A rájátszást jövő szerdán Pakson kezdik a Cápák, majd Szegedre utazik a csapat. Az első hazai mérkőzésen április 19-én a Kaposvár ellen lép pályára a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks.